Az emberi test 60%-át víz alkotja. Jelenleg is 2 milliárd ember él a Földön biztonságos vízhozzáférés nélkül. Hazánkban az ivóvízellátás több mint 95%-ban felszín alatti vizekből történik. Globális szinten a vízkészlet 97,5%-a emberi fogyasztásra alkalmatlan. Az ENSZ meghatározása szerint 1700 köbméter per fő per év alatti megújuló vízkészlet esetén vízstresszről beszélünk, míg 1000 köbméter per fő per év alatt vízhiányról. Hazánkban ez az adat csupán 613 köbméter per fő per év. Csak néhány érdekesség, amellyel felhívhatjuk a figyelmet a víz fontosságára. A nagy ókori kultúrák is a folyók mentén jöttek létre. De hogyha a 21. században nézzük, akkor fontos, hogy gazdálkodjunk a vízzel, mert gyakorlatilag vízválságról beszélünk. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagyon sok helyen van jó minőségű ivóvíz, például a kótai víz, amely Nyíregyházát is ellátja, vagy éppen a tiszadobi víz, de vannak olyan helyek, ahol javítani kell az ivóvíz minőségen, és ezt egy uniós forrásból több településen megtesszük. Ezért kulcskérdés, hogy hogyan gazdálkodunk. A belügyminisztérium hétfőtől tartósan vízhiányos állapotot hirdetett, vagyis a mezőgazdasági termelőknek nem kell vízkészlet járulékot fizetniük, és rendkívüli öntözési célú vízhasználatra jogosultak. Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, ez kellő intőjel, hogy a víz sem egy kifogyhatatlan bázis. Meg kell őrizni, amikor sok van, hogy legyen, amikor kevesebb. Ez a kulcsa a megfelelő, eredményes mezőgazdálkodásnak is. Ami elkeserítő az az, hogy akkor, amikor Magyarország az Európai Újjáépítési Alap tervezetét benyújtotta az Európai Uniónak, pont az öntözéses részt húzták ki belőle, de ebből tanultunk, mert nem akarjuk magunkat kiszolgáltatottá tenni ez ügybe, és innentől ezt saját nemzeti forrásból fogjuk majd megoldani. A legtöbb folyunk nem Magyarországról ered, ezért nagyon fontosak az együttműködések, például a határmenti országokkal. Térségünkben rendszeres probléma az Ukrajnából és Romániából érkező hulladék. Ígéretet tettünk arra, hogy Románia megoldja ezt a problémát. Természetesen, hogy a hosszú távú megoldás az a csirájába való elfolytása ennek a jelenségnek, de az azonnali megoldásokra olyan szűrőberendezéseket építünk, amelyek legyűjtik a víz felszínéről az úszadékot. Ilyent adtunk át már a román-magyar közös határmenti program keretén belül Bihar megyében. A következőket már építjük Szatmár és Bihar megyében egyaránt a Körösön, és úgy azon dolgozunk, hogy 2023 végére minden olyan folyón felépítsük ezeket a rendszereket, amelyek esetenként, főleg az árvíz idején nagy mennyiségű hulladékot hoztak át Magyarországra. A két ország a következő uniós ciklusban is együtt fog dolgozni, hogy ilyen és ehhez hasonló projektek tudjanak megvalósulni. Nem csak a felszíni, a felszín alatti vizek is folyamatos kapcsolatban vannak, ezek minőségét is meg kell őrizni. Ezért lokálisan is sok mindent kell megtenni. Valóban elkezdődött ennek a munkának a tervezési folyamata. Minden polgármester kollégát, 44 települést érint közvetlenül a megyében ez a program, minden polgármester kollégának a tervezési folyamatban való részvételére számítunk. Számos ilyen tanácskozást is fogunk tartani a következőkben, akár ott a településeken, akár itt a megyeházán, a tervezők közreműködésével, a tervezők fogják tartani ezeket a tanácskozásokat. A vízvilágnapját 1993 óta minden év március 22-én ünneplik. Idén a felszín alatti vizek kerültek a fókuszba. Ezek ugyanis kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban is.